Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk főtisztelendő Veres Zoltán plébános. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a karcagi tévénézőket. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy december 24-e szenteste a karácsony, az év talán egyik legmeghittebb ünnepe, amikor a családok összegyűlnek, és a közös karácsonyfa állítás és eltöltött vacsora mellett találkozunk szeretteinkkel, illetőleg lélekben azokra is gondolunk, akik már nem lehetnek velünk. Mi a karácsony története? Hát a karácsony története alapvetően nyilván Jézus születésének a története, amit nagyon sokan ma már talán megfeledkeznek erről, és nem emlégetik, hanem csak ugye a nagy általánosságban szégyenkezve, csak ugye a szeretetről, a békességről és a család ünnepéről beszélnek, de nekünk különösképpen az egyházi vezetésnek, a lelki pásztoroknak, meg akik templomba járunk, azon fontos hangsúlyozunk, hogy tehát nem általánosságban ünneplünk valami általános szeretetet, valami általános békesség ünnepét, hanem kifejezően egy személynek, Jézus Krisztusnak a születését, akire építjük az életünket, mi keresztények. Ezért fontos, hogy megéljük a lényeget, és ugye sajnos egyre inkább azt látjuk a modern világunkban, hogy mintha elhomályosulna a lényeg. Tehát a sok minden felszínesség pompa együtt van, de a lényeg az elmarad. Nagyon fontos, amit ugye hallottunk itt a bevezetőben, hogy a családok összeülnek karácsony este, és hát nyilván ez nagyon szép dolog. Nekem is mindig előjön a gyermekkori élményem, ugye, hogy meg volt a rendje mindennek, amikor Székelyudvarhelyen annak idején, hiszem, hogy a fiúk díszítették a karácsonyfát, ugye este, és akkor anya meg a konyhában, és akkor emlékszem rá, hogy éjszaka mentünk az éjféli misére, és addig nem lehetett enni. Alig vártuk, hogy vége legyen a misének, és olyan kalicska, jó töltött káposztát ettünk puliszkával, úgyhogy nyilván ez is egy élmény gyerek szemmel, a maga az, hogy együtt lét annak a milliője, de nagyon fontos, hogy érezzük a lényeget is, és hogy ne térjünk el, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy itt egy születésnap van, hatalmas nagy eseményt ünneplünk, azt, hogy az Isten belépett az emberi történelembe, hogy értünk emberekért, valaki eljött, hogy velünk legyen. Az az Isten, aki megteremtett bennünket, a világot is, és nem akart, hogy az ember a saját bűne miatt belerohanjon a vesztébe, hanem eljött közénk is, és ez valami óriási esemény. Persze nyilván ez a húsvétnak a fényében válik majd igazán érthetővé számunkra, de mégis azért meghitt az ünnep, mert olyan Isten eljövetel, ami az embert mindent meghatja, egy gyermek születése, annak a felidézése, hogy egy egyszerű istállóban, egy gyermek képében maga a halhatatlan Isten néz veled szembe, ez meg kell, hogy hassa az embert. Csak hát nyilván sokszor elfeledkezünk erről a lényegről, és csak a külsőségek maradnak meg. De ezért vagyunk mi, ezért igyekszünk mi lelki pásztorok azért, amit lehet megtenni, hogy hirdessük mindenütt a lényeget. Erről szól adventi készületünk is ugye a templomokban, az iskolákban, meg hát mindenütt, hogy próbáljuk ráirányítani a lényegre a figyelmet. A 18. századtól jelentősen változott az ünnep. Miért bírt ez akkoriban kiemelkedő jelentőséggel? Hát nyilván igazából, hogy maga az ünnepnek a lényege nem változott, a szokások mindig rakódnak rá. Nyilván a reformáció után sok minden átalakult, sok mindent tettek hozzá, és Európában elterjedt a karácsonyfárítás, és az nagyon szép szokás, és minden meg tartjuk mi is, ugye, tehát igazából úgy evangélikusoktól vettük át ezt a szokást, úgy mint hogy az adventi koszorú, az sem teljesen katolikus, de ezek mind alapvetően hozzátesznek ahhoz, hogy a várakozásunk meg az élményünk, amit megélünk az ünnepben, az még magasztosabb legyen, és még meghittebb legyen. Nyilván egy karácsonyfa feldíszítve nagyon szép, és nagyon sokan ragaszkodnak mai napig hozzá, nagyon sokan ugye esküsznek, hogy csak élőt, karácsonyfát vesznek. Nyilván megint azt mondom, hogy nem ez a lényeg, de hogyha segíti azt, hogy abban a hangulatban jobban átéld az ünnepnek a szépségét, azt gondolom, hogy az nem baj. Csak fontos, hogy ne feledkezzünk meg a lényegről, és ne arra tegyünk nagyobb hangsúlyt. Nagyon sokszor elmegy az idő azzal, és arra figyelünk, energiánkat arra fektetjük, hogy,
hogy milyen legyen az ünnepnek a külső megszervezése. Ez jellemző esetleg a mai modern korunkra, hogy a hagyományok átörökítésén, ötvöződésen túl ez is bekukkant az ünnepi alkalmaink közé, ez a modernizálása? Hát a modernizálás, nyilván a technika fejlődése, a modernizáció, hát mindenre hatással van természetesen. Tehát már ugye minden más módon érhető el, minden hat ránk, ugye a lassan már ott tartunk, hogy szerintem applikáció a karácsonyfa lesz már a családokban. Hát nyilvánvaló, hogy sok minden meghatároz bennünket is, és befolyásolja napi szinten az emberek. Ugye a hagyományokat ötvözni, nyilván azért látom, hogy azért megvannak még azért a régi szokások sok helyen is, és próbálja a társadalom is azért megtartani, mert megtartó erő a szokás, a hagyomány, és nem baj az, hogyha vannak új dolgok. Természetesen ez mindig is kell, hogy az ember hogy változik legyen, csak mindig mondom, hogy a lényeg ne vesszen el. Ettől félek sokszor, és ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, ugye, amikor már novemberben hallom, hogy meggyújtják karácsonyfényeit X városba. Tehát, hogy az ember, mi van? Még, tehát, hogy előre szaladunk, hogy nem, nincs meg az a szépség annak, hogy felépítjük a karácsonynak az előzményét, hogy advent az 4 hét. Ne hozzuk előre karácsonyt. Tehát a karácsonyfényei nem kéne advent előtt már megjelenjenek. Tehát, hogy azt mindent a helyén kezeljünk, hogy most készület van, most várakozás van. Karácsony az ott, akkor szenteste lesz. Akkor kéne a karácsonyfényének felgyuladnia igazából, és utána 8 napon át az egyház például karácsony napját ünnepel minden szentmise, úgy igaz, hogy karácsonyról szól. Akkor van a karácsonyi idő, amely egészen ugye eltart majd vízkeresztig. Tehát igazából az a karácsony. Előtte advent van. Várakozunk. Tehát nem lehet előre rohadni, nem lehetne, de hát sajnos azt látjuk, hogy mondom, hogy a világ, a kereskedelem, stb. Hadd mondjam, hogy amit látunk, ugye ez ebből él, és ugye ezt úgy kicsit meg is sokszor lovagolják nagyon sokan, és ugye azt mondjuk, hogy csak hogy mutassuk azt, hogy most mind van, és ugye, szóval sok mindenben elszakad a világi látásmód az egyháznak a tanításától, és ugye mondom, a felszínen marad. Nem az, ha van baj, vannak akár adventi fények, nem az abban, hogy van. Csak nincs meg sokszor ez az út, hogy elérkezünk, vagy elindulunk valahonnét, és megérkezünk az ünnepbe. Szóval sokszor egyszer akarunk mindent. Ahogyan említette Zoltán atya, az advent időszakában vagyunk felkészülés, készülés magára az ünnepre. Ilyenkor lélekben is készülünk, ahogyan említette a templom itt Karcagon, és milyen alkalmakat biztosít erre a hívek számára? Hát gyakorlatilag nem nagyon változtatunk a menetrendeken, gyakorlatilag a szentmisék azok leginkább azok alkalmak, amikor minden egyes szentmisén igyekszünk az ige hirdetésével is megszólítani az embereket. Külön egy sajátos alkalma az adventnek a hajnali róráti szentmiség, az ugye hétköznapokon, egy héten 3-szor, hétfőn, kedden és pénteken, reggel 6 órakor kezdődnek, és akkor ebben a hajnali szentmisében, a rórátinak nevezett szentmisében, ahol külön elmékedések vannak az advent mélységéről, és ez egy készületi lehetőség. Az adventi gyertyújtások ugye vasárnapról vasárnapra, már ugye a városi gyertyújtás kapcsán is, de minden szentmisén, egy vasárnaponként szintén van egy kis ünnepi műsor, amivel felkészülünk is, ugye ünnepélyesen meggyújtjuk a következő gyertyát, és ezzel is fokozzuk ugye a várakozásunkat a karácsony felé. Éjféli misére lehet-e számítani, mi lesz a menete a karácsonyi ünnepnek? Hát az éjféli mise pont éjfélkor lesz. Ez a sajátossága, bár sok esetben ez nem mindig tud megvalósulni, mert nyilván több helyre megy az ember, de Karcagon itt a városban valóban éjfélkor lesz. És hát egyébként nem extra dolgok nincsenek. Ugye, mi a szentmisé, tehát az egyház karácsonykor sem betlehemest játszik, hanem szentmisét mutat be, mert egyetlen ünnepelni valójában a kereszténységnek alapvetően az, hogy Jézus feltámadt. És ezt ünnepelték egészen a 4. századig csak, szinte semmi más ünnep nem volt, képzeljük el. Tehát a 4. században kezdték el ünnepelni a karácsonyt. Azt csak azért, mert ugye sokan megkérdőjelezték Jézusnak az emberségét.
És ugye a négyszer is nagyot kimondta, hogy Jézus valóságos, Isten is valóságos ember. És ez ennek apropóján kezdték el ünnepelni karácsonyt, hogy bemutassuk, igenis, Jézus nem valami csak úgy belebújt emberbőrébe, hanem valóságos ember lett. És akkor a nagy szónokok ezt hangsúlyozták, és mindig a miségben, meg a beszédeikben, hogy milyen nagy dolog, hogy a halhatatlan halandó lett. A teremtő az teremtettségnek a ruháját vette fel. Az, hogy valami óriás dolog történt, hogy valóban az Isten ember, illetve ezt kihangsúlyozták karácsonyi beszédekben. De mondom, ez csak a 4. századtól kezdődően, és ezt csináljuk mi is folyamatosan, hogy a Szentmisét mutatjuk be, ami a feltámadás utána ugye, esemény, és ezt ünnepeljük, persze közben a Szentmisék mindegyben, ugye az énekekben, mindenütt ugye, valamiképpen dicsőítjük a karácsony ünnepét, és örülünk a gyermek születésének, és ugye ezt hozzuk, erről szól a prédikáció, minden, hogy milyen nagy dolog, hogy Isten ezen a napon, ami egyébként nyilván a történetileg nem tudjuk, hogy milyen napon volt. Nyilván ezt is, erre is külön lehetne beszélni még nyilván, de nem ez a lényeg. A keresztény, amikor keresztény államvallás lett, ugye, a kereszténység, akkor hozták igazából a december 25-ére, mert hogy akkor a téli napfordulónak volt ilyen nagy ünnepségei, pogány ünnepeket, és ezeket megszentelvén, ezért egyébként ugye keleten nagyon sokáig január 9-e volt a vízkereszt ünnepével egyben, ugye a három királyoknak, a bölcseknek a látogatása és ugye a karácsony egy ünnep, ma is nagyon sok helyen még ez egybe van. Így ünneplik keleti régióban, de ez átkerült aztán, mondom, december 25-re, hogy megszentelje ezt az úgynevezett pogány ünnepet, és, de nem ez a lényeg. Tehát nem a pontos dátum, nem a születésnap pontos, az a lényeg, hogy azt ünnepeljük az egyház, hogy Jézus megszületett, és az emberrel elkötelezte magát az Isten végérvényesen azáltal, hogy megalázta magát az isteni második isteni személy, azáltal, hogy felvette az emberséget, azért, hogy bennünket aztán fölemeljen szintén az Isten világába. Ez a nagy esemény, ezt ünnepeljük, és erre kellene fókuszálni. Azt gondolom, hogy ez nyilván ebben az értelemben a szeretet ünnepe. Ebben az értelemben, hogy Isten ennyire szerette az embert, és ennyire szereti az embert. De jó lenne, hogyha ezt megértenénk, hogy nem egy napra korlátozódik a szeretet ünnepe. Nagyon sok vers meg ének szól, hogy legalább egy nap legyen. Nekem sokkal jobban tetszik a Tunyogi Péternek az egyik száma, hogy ami arról szól, hogy csak a hétköznapok azok legyenek jók, abból több van, tudod? Szóval igazából sokszor van, hogy lehet, hogy nyilván minden nap a szeretet ünnepe kéne, hogy legyen, mert az kell, hogy meghatározza az ember életét. Mert a szeretet az egyetlen valóság, amire azt mondja Szent Pál is, hogy örök. Ezt kaptuk mi is feladatként, hogy nap mint nap újból és újból elindulunk a szeretet útján. Nincsenek igazából más maradandó érték. Minden elmúlik. Az egész világ úgy, ahogy van. De a szeretet és annak a művei megmaradnak az örök életre. És nyilván Isten szeretetére nekünk válaszolni kell. Annyira szeretett, hogy eljött közénk. Na most mi hogyan válaszolunk erre? Nem tudunk másképp. Csak az, hogy szeretjük egymást. Ez egy nagyon fontos üzenet, én úgy gondolom. De Zoltán atyának is különleges a 2023. év adventi időszaka, és maga a karácsony is, hiszen Karcagon most ünnepli először velünk és a közösséggel. Igen, nyilván különleges, és hát még nem tudom, hogy milyen lesz. Ugye tele van mindenképpen reménnyel, és tele van várakozással, hogy miként tudunk felkészülni a közösséggel együtt. Igyekszünk mindent megtenni, igyekszek megtenni és jelen lenni az emberek életében, és elhinteni ezt az örömhírt, hogy újból és újból megértsék és felidézzék önmagukban, hogy mi a karácsony igazi üzenete, értelme. Hogy sokszor ellankad a figyelmünk abban, hogy figyeljünk a lényegre, az igazi tartalomra. Ebben küzdködünk, ebben nap mint nap, iskolától kezdve, az óvodán át, a közösségeken belül, magában az egyházközségben, a templomban. Azon dolgozom, és azon vagyok, hogy minél inkább
a karácsony ünnepét a legnagyobb mélységekig át tudjuk élni. És záró kérdésként kapcsolódva ehhez, 2023. év karácsonya mit üzen a karcagi ember számára? Azt gondolom, hogy ugyanazt üzenni a karcagiaknak is, mint minden más embernek, hogy van remény. Isten annyira szeretett minket, hogy örökre elkötelezte magát az emberrel, és ezért nem kell félnie. Minden nehézség, ami körülvesz bennünket, amit látunk a világban, a nagyvilágban, a békétlenség, a szeretetlenség, a hatalomvágy, a háború, hasonlóhatnánk a sok nehézséget, igen, személyes és közösségi, egész társadalmi szinten egyaránt, amik utolérik az embert, nem szabad, hogy letörje. Mert van egy Istenünk, aki szeret minket. És hogyha ezt tudjuk, és ezt megéljük, és átéljük karácsonyban, megtapasztaljuk, hogy ez a karácsonyi gyermek, az a kisgyermek, az maga az Isten, és azért jött, hogy nekünk jobb legyen, és ha rátekintünk, és elhisszük, hogy ő itt van velünk. Nyilvánvaló persze ez hit kérdése, tehát aki nem tud hinni, aki ebben nem tud előre lépni abban, nem tudunk segíteni természetesen. De hogyha van benne, kialakul benne egy vágy, hogy keresse valakit, mert önmagának nem elég, akkor jó, hogyha megtapasztalja. Mi ezt hirdetjük, és ezt üzenjük mindenkinek, hogy 2000 év tapasztalatából merjük mondani mi egyháziak, hogy megtapasztaltuk mi Isten szeretetét, láttuk a szeretetet, ahogyan az apostol fogalmazza az evangéliuma, és mi tanúi voltunk ennek, hogy Isten földre lépett. Mi ezt megtapasztaltuk a saját életünkben is, és ezt szeretnénk továbbadni, hogy igenis van remény, mert Isten szeret. Én megköszönöm Zoltán atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és nagyon kellemes, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek is. Én is nagyon szépen köszönöm, és én is azt kívánom minden karcagi embernek, hogy megtapasztalja a szeretetet ebben az ünnepben. Zoltán atya, ön hogyan tölti a karácsonyt? Melyek azok az ételek, amiket esetleg kedvel, a karácsonyfa díszítéssel, ajándékosztással hogyan áll? Hú, hát ez nehéz téma, mert papként azért teljesen másképp állunk ehhez a történethez. Annál is inkább, mert sajnos nekem abban az értelemben nem családünnep, mint az átlag embernek, hiszen nekem nincsen családom, illetve apukám él, de ő eléggé messze van, ugye 500 kilométerre, meg a testvérem az meg több ezer kilométerre van Los Angelesből, úgyhogy gyakorlatilag a családom eléggé szanaszít van, és hát mindenki úgynevezett saját kis családjában ünnepel. A pap pedig ugye az egyházközség, mint a nagy családja, aki körülveszi, de hát nyilván más módon a templomban, a szentmisén, illetve az ünnepi műsor, hogyha van ilyen, az annak kapcsán valahogy bekapcsolódik a nagy családnak az életébe. Személyesen igazából nem nagyon jut idő ünnepre, vagy ilyen nagy meghittségre, mert igazából nekem ilyen értelemben munka, hiszen készülnöm kell, igyekezzek a szentmiséken megalapozni az ünnepet a híveknek. Azt értem ez alatt, hogy az a felkészülök, hogy tényleg annak a napnak az ünnepét meg tudjam fogalmazni szépen, és aktualizálva átadni az embereknek, de nekem, és nyilván több alkalommal kell menni, és ez több helyen, nem csak Karcagra, hanem a többi falvakba, és hogy igazából egy kicsit ilyen rohanós ilyenkor. De van olyan kedvenc étel, vagy édesség, amit karácsonykor mindenképpen eszik? Van kedvencem, de hát most, hogy fogok-e enni, az nagy kérdés. Ugyanis a kedvencem a karácsonykor, amikor mindig este a töltött káposzta. Tehát ez nekem csak ez van, nyilván gyerekkorom miatt. És általában mindig az éjfél mise után szoktunk enni, a legrosszabb, ugye éjfél után, most egy órakor enni neki tölt káposztát, úgyhogy reggel már 8-kor misézni kell, de azért az valahogy úgy beleívódik az emberbe, hogy mindig szoktam ilyenkor kapni. Hát most üzenet. nehogy sokan hozzanak, de lényeg az, hogy nyilván én nem főzök, de hogyha valaki hoz, akkor azt megeszem, de egyébként nyilván tehát nem vagyok annyira ételcentrikus ilyen szempontból. Hogy igazából más fontos nincs. Nem is tudom, hogy szoktak-e, hogy csinálni a karácsonyfát nekem, vagy készítenek, akkor azt elfogadom, de én magamnak nem szoktam, semmi energiám nincsen rá.
előző helyemen mindig állítottak egy kis karácsonyfát, megtettek is rá valamit, tehát ugye azért volt egy ilyen karácsony hangulat a plébánián is, de mondom, ezt most itt még nem tudom, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hozzá valamit a Jézuska. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!